És ebben a pillanatban, hölgyeim, uraim, elindult a futam, a negyedik futama, a Formula 4-es világbajnoki sorozat első állomásának. Áron nagyon jól vette a rajtot, és még az se kizárt, hogy a felső fordító bójától esetleg elsőként fog tudni eljönni. A kispályát kell nekik is teljesíteni, 600 méteres a pálya. Továbbra is őrzi a második helyét Áron. Első a litván versenyző, Riabko Edgars. Áron itt jön kívül, de ott belül nagyon kepeszkedik egy másik versenyző, a hatos rajtszámú Daniel Sperring. Itt keresztbeverés lesz, ez lesz a végeredmény. Ez valószínűleg jól jön, a 71-es rajtszámú Nikita Lich. A negyedik, Horváth Attila az ötödik pozícióban van jelen pillanatban. Azaz, gyerünk Áron! Nem adja olyan olcsón a bőrét Áron, nagyon-nagyon igyekszik. Nagyon-nagyon jön. Attila még mindig az ötödik, de nagyon rajta van a 35-ös rajtszámú Martin Ole, finn versenyző. 60-as rajtszámmal követi őt Ada Prisbula, lengyel hölgy, de Fábio, akarom mondani, ő az édesapja. Alberto Comparato, olasz versenyző, nagyon-nagyon jön föl. Áronnak sikerülne megőrizni ezt a pozíciót. Nagyon magabiztosan halad elől a litván versenyző, mögötte Áron. Vagy Daniel Sperling, svéd versenyző, 71-es rajtszáma követi őt, Nikita Lich, majd Horváth Attila. De úgy tűnik, hogy az olasz versenyző nem bír a fekete hajóval, nem bírta még megelőzni. De 10 kört kell, hogy teljesítsenek, és 10 kör alatt, hát bármi lehet. Még olyan is, amit mi nem szeretnénk. Jön a litván versenyző, Riabko Edgars az élen, Áron, tábori Áron, magyar színekben a Dunaújvárosi Vízi Sportklubtól, 6-os rajtszámmal követi őt Daniel Sperring, svéd versenyző, 71-es rajtszámmal, Nikita Lich, Lettország, Horváth Attila, Magyarország, 35-ös rajtszáma Martin Ole, Alberto Comparato Olaszországból, majd 60-as rajtszámmal Ada Prisbula, 12-es rajtszámmal követi őt Schneider Uwe Németországból. Istenem, csak bírja a technika végig. Én nagyon szurkolok, de úgy tűnik most már így 3 kör után stabilizálódik a helyzet. De itt az 5.-6. helyen a sárga és a fekete hajó között még bármi lehet. A 102-es rajtszámú Friberg Niklas svéd versenyző halad. Majd őt követi Bő Viktor, a Bajai Bő Racing Team versenyzője. Ez az Magyarország! Hajrá magyarok! Az élen versenyző hajó haladt el előttem, majd Áron. A svéd versenyző Daniel Sperring 6-os rajtszámmal, 71-esen Nikita Lich,
Horváth Ati tartja a pozíciót, ez nagyon jó. Feljönni látszik Alberto Comparato. De a Viktor is nagyon úgy tűnik, hogy jön fel a 102-es rajtszámú Friber Niklas svéd versenyzőre. 69-el az utolsó helyen, de nem a legutolsó, a Frederik Bastin Belgiumból. Ez így folytatódik, hamarabb, mint gondoltam, megkapja a körét, mert 11-essel a litván versenyző egészen közel került hozzá. Majd Áron a második helyen, harmadik, még mindig a svéd Daniel Sperring. Negyedik Nikita Lécs, Horváth Attila, ajaj, fekete hajó, nagyon megy Ati. 35-össel Martin Ole, nagyon, nagyon rajta van Attila nyakán. Alberto Comparato kicsit leszakadva követi őket. De Viktor is nagyon jön fel a 102-esre, tehát ő se gondolta, hogy ezzel az egész meccs csak úgy eldőlt. Gyerünk Áron, gyerünk! Hidd el, az érem, a dobogó bármely fokán, bárhogyan is csillog, akkor is, ha nyakadba kerül, az nekünk nagyon nagy öröm. Ismét a 35-ös rajtszámú verset, de már nem, mert Alberto Comparato nagyon át kellett, hogy menjen a vizén, vesztve ezzel a tempóból, de jön föl az olasz. Viktor is egyre jobban kezdi érezni ezt a technikát, és egyre jobban közelít a 102-es rajtszámú svéd Friber Niklasra, és megkapta a 69-es rajtszámú Frederik Bastin belga versenyző a kört. Az első hajótól is hamarosan úgy látom, mint Áron is gurigát adna neki. De itt a negyedik és ötödik helyen is lehet, hogy még valami változás lesz. Alberto Comparato is nagyon igyekszik. És ebben a pillanatban a 11-es rajtszámú Edgars Riabko Litvániából az utolsó körét kezdte meg, ami azt jelenti, ha ez így ér véget, akkor ő nyeri a negyedik futamot, és Áronnak már nincs más dolga, csak a második helyen befutni, és meglátjuk az összesítésben, ez mit jelent majd számára. Hatos rajtszámmal a harmadik helyen Daniel Sperring svéd versenyző szorongatja őt, a 71-es rajtszámú Nikita Lécs, 22-es rajtszámmal Horváth Ati, 35-össel Martin Olle finn versenyző, Alberto Comparato, 60-assal Ada Prisbyl az ifjú hölgy, 12-es rajtszámmal Brent Schneider Uwe finn versenyző, 102-es rajtszámmal követi őt Friber Niklas svéd versenyző, majd Vő Viktor. Hát megtörtént a leintés. Mit lehet ilyenkor mondani? Szép volt, Áron! Szép volt! Gratulálunk, köszönjük! Köszönjük ezt a hétvégét! Volt izgalom, azt gondolom, bőven! Szép volt, Attika! Horváth Attila, gratulálunk! Várjuk Viktort, hogy ő is áthaladjon a célvonalon. Ebben a pillanatban őt is leintették. Hölgyeim és uraim, a Formula 4S kategória részére a negyedik